A Mi Hazánk mozgalom parlamenti frakciója szerint a jelenlegi kormány, illetve a minisztériumok kialakítása abszurd és szürreális. Az egészen elképesztő és tényleg valóságon túli, hogy egyetlen egy minisztérium elnevezésében sem szerepelnek olyan létfontosságú szavak, olyan ügyek, mint a család, az oktatásügy, vagy éppen az egészségügy. Az egész világon egyetlen egy ország található a madár ürülékéről híres, Nauru, ahol a belügyminisztérium alá tartozik az egészségügy, de ennek látszik is a hatása Naurun, ezen a csendes-óceáni szigeten, hiszen egykor az egészségügyet tekintve az egyik legegészségesebb ország volt a világon. Az elmúlt években, évtizedekben azonban például megjelent a cukorbetegség a szigetországban, és most már a lakosság 40%-a diabéteses, tehát nem jól működő modellről beszélünk, mégis valamiért Orbán Viktor a naurui modellt találta a legjobbnak. Hát erre mondjuk azt, hogy abszurd és szürreális egy ilyen kormány, ilyen minisztériumok. Az pedig már az abszurditáson is túlmegy, hogy éppen 15 millió magyarból Orbán Viktor Rogán Antalt találta a legmegfelelőbbnek arra, hogy a polgári titkosszolgálatokat ellenőrizze. Az a Rogán Antal, akinek a szerepét még tisztázni kellene a végrehajtó maffia ügyében, amely lavinát egyébként a Mi Hazánk mozgalom, mi személyesen indítottunk el, és számos bejelentés, illetve tanúvallomás hatására éppen a titkosszolgálati lehallgatások miatt tudjuk azt, hogy Rogán Antal kabinet főnökének a neve felmerül a lehallgatási jegyzőkönyvekben. Vélhetően éppen ezért szerette volna mostantól kezdve Rogán Antal személyesen felügyelni a polgári titkosszolgálatokat, hiszen így lehetősége lesz arra, hogy mondjuk idő előtt ne kerüljön akár a hatóságokhoz egy ilyen lehallgatási jegyzőkönyv, vagy éppen az ellenérdekelt sajtóhoz ne kerülhessenek ilyen lehallgatási jegyzőkönyvek. Ezt mi nagyon súlyos ügynek tartjuk, és ezért nevezzük ezt a kormányt, illetve ezeket a minisztériumokat abszurd és szürreális minisztériumoknak.